Start! Elindult a Jódlisdíj mezőnye, kompakt Bo, illetőleg Carlos Fox egy kicsit óvatosabban startoltak el, annál bevállalósabb viszont Chicago, aki az ére is tud ügetni, mellette kívülről ott láthatjuk Kreatint versenyezni, és Diana Crowley-t is kihasználta kedvező pozícióját, startpozícióját, és gyakorlatilag ott tud maradni közvetlenül az élmezőnyben, aztán pedig kívülről csábító ert láthatjuk versenyezni. Chicago bizony szépen annak rendes módja szerint bekezdett, és hatalmas tempóban jár a mezőny előtt, előnye nagyjából egy 3 hossz is lehet. Ebben a pillanatban azonban ritmust váltott Kreatin, és ledolgozott valamit a hátrányából, aztán jönnek fölfele a többiek is, ott van kívülről csábító er, illetőleg Diana Crowley-ti. Chicago a számára erősnek tűnő mezőnyben egészen szépen belehúzott a verseny első felében, diktálja a tempót. Kreatin és Csábító R személyében két jó esély van mögötte, Diana Crowley-ti, illetve Carlos Fox. Kompaktból nagyon-nagyon gyengén kapott lábra, és hát legalább 40 méter a hátra, onnan nem lehet felérni, ez gyakorlatilag biztosra vehető. 800 azért most már lassan a mezőny, Chicago mindig előrébb van nagyjából két hosszal a két favorithoz képest. Kívül jön Csábító R, bent a falon pedig Kreatin, a háttérből pedig Nagy Ferenc kettővel begyújtja a rakétákat Carlos Fox, és egy szempillantás alatt megjelenhet ott a vezető hármas mögött, sőt most már inkább mellett. Diana Crowley-ti pedig hát szemlátomást azért még látótávolságon belül egyre nehezedik a helyzete. Chicago talán is nagyon szépen tartja magát, azonban most már ott van közvetlenül mellette Csábító R, Kreatin és Carlos Fox is. Nagyon érdekes finishre van kilátás, hiszen gyakorlatilag négy ló egymás hegyén hátán. Chicago az, aki vezet, mellette ott van Csábító R, míg Chicago istáló és tréningtársa kívülről próbál meg megindulni. Carlos Foxról van szó, illetőleg Kreatin helyzete sem reménytelen, amennyiben persze talál magának utat. Menet közben Csábító R tisztán az élen van, azonban meg fogja őt támadni Carlos Fox elindít egy hatalmas rohamot, a háttérből Kreatin is megindulni látszik. Egyelőre azonban még Csábító R az, aki vezet, most már viszont Carlos Fox van elől, és Carlos Fox fogja megnyerni a versenyt. Mögötte érkezett Csábító R, a harmadik helyre pedig Kreatin érkezett be.